Sziasztok! Ez a videó az utolsó videó, amit a csatornára idén feltöltünk, ugyanis egy szilveszteri készülődést fogtok látni, egy kicsikét másképp, mint az eddig megszokott volt, ugyanis most beszélgetni fogunk a sminkelés közben, így fogunk elkészülni. És ez a végeredmény, amit igen. Most láthattok, ha is smink, ruha, és ez tulajdonképpen az, ahogy mi készülnénk el szilveszterre. Szóval reméljük, hogy tetszeni fog nektek, és kezdjük! Na, az első dolog. Én csak alapozom. Mert én okos vagyok, én primerrel fogok kezdeni. Amúgy ott hatnál akkor már. Hogy felmaradjon a smink, jó? Akkor én is. Jöhet az alapozás. Én két alapozót szoktam összemixelni, mert van egy túl világos, meg egy túl sötét. Még ezt a kiegyeztek el. Olyan jó volt, ma reggel így jöttem is. Felkeltem érted, csak haját mostam gyorsban, de nem kellett sminkelni. És így annyira jó, igen. Hallod, ezt mondd már meg, Léci, hogy ez az arcom nem sokkal se vigyadban, mint a másik. Nem. És nem is fontos. Nem. De néha, amikor így összekeverem, akkor úgy látom, hogy így boti lennék. Ilyen kétféle sminket szoktam csinálni, hogy vagy az a súlyba járunk, amikor ilyen minimális minden. Igen. És akkor mondjuk egy szempillaspirál, meg mondjuk a szádon van valami nagyon kis enyhe szín. Vagy pedig ez ilyen bulis, amikor meg egy erősebb rúzs, meg egy erősebb szem, és ennyi. Hogyha arra van az, hogy 2016 nyúlik be először. Az egy nagyon rossz. Miért? Nekem szörnyű van. Ó, Isten, velem annyi minden történt, leérettségiztem. Született egy tesóm még egy. Az is még 2016 volt. Nagyon sok minden volt. Ja, igen, bronzosító. Mennyivel előrébb tartok már, mint te? Mert nem vagy precíz. Nem tudom, hogy... Ja. Lehet, hogy egyszerűen már rostoljak ahhoz is, hogy túl sokat sminkeljek már, mint hogy ilyen túl precízen. De hát ez egy is jó. Már izgatni kell, hogy jó lesz. Jó, ja, akkor gondoljunk a videós dolgokra 2016-ban. Mit az a tanik? Azok már jó voltak. Hát az, ami 2016 történt. A YouTube-on így nekünk óriási egy előrelépés volt. Igen. Időrendben nem tudnám elmondani, de amúgy mik voltak? Hát konkrétan egy 2016 előtt semmi nem történt. És minden. Amúgy igen. Jaj, megtudtam a legfőkébb dolgot a sminkjeim között. Nem adtak el szerintem idáig, ez egy ilyen body shop-os, amiben ilyen kis golyócskák vannak, ilyen rozzasító, pirosító. Ja, szóval egyébként szerintem 2016 nagyon mindenféle év volt. Voltak nagyon rossz dolgok, nagyon jó dolgok, nem volt annyira semleges. De pont az, hogy még hogyha rossz is történt, legalább történt valami, mert így visszagondolva igen. Nekem mondjuk talán... Ugyanez jutott az eszembe az előző évek annyira. 2015-es semmi nem volt. Például az, hogy az FNDF versenyre indultunk, meg nem is maga a nyerés része, hanem csak, hogy bekerültünk abba a társaságba. Egy kicsit ez a bloggeres világ, nekem az nagyon pont tegnap jutottam. Jó. Pont tegnap jutottam eszembe, hogy mennyire durva, hogy majdnem nem is neveztünk be. Igen. Ja, hát az úgy indult, hogy kaptunk egy értesítőt, egy ilyen meghívást, hogy lesz egy ilyen konzultáció, egy ilyen bemutató, vagy valami ilyesmi, nem az mi volt? Hát amikor így kihirdetik, hogy mik a versenyszabály, nem tudom. Igen, tehát ugye a versenynek így az előzetes ilyen bemutatója. De már akkor küldték, hogy amúgy lehet erre jelentkezni, és aki szeretne az jelentkezzen, de itt Padmé Mari annyira ilyen esélytelennek gondoltuk magunkat, meg azt beszéltük, elmentünk, hogy minek. Mert de nem, nem először elmentünk, csak aztán lemondták az eseményt az eső miatt. Igen. És akkor másodszorra már gondolkodtunk is, hogy menjünk inkább moziba, tudod? Igen. És ott is értünk, hogy menjünk inkább moziba. Az egy olyan időszak volt, mert az esemény az egy nyílt helyen volt, és ez nyáron volt, ugye? Tehát meg volt az esélye, hogy esett az eső bármelyik pillanatban. És azt gondoltuk, hogy megint bemenjünk csak azért, mert hogy már megint le fogják fújni. Igen. Úgyhogy úgy mentünk be, hogy jó, megyünk, és hogyha lefújják, akkor mozik. És végül nem fújták le, és akkor ott így ültünk. És akkor, így nem is tudom, így talán én mondtam neked, hogy, vagy így együtt beszéltünk, tudod, hogy így, ja, hát végül is nevezzünk be, mert miért ne, ha már itt vagyunk. És azt nem mondtad, nekem eszembe se jutottam, hogy nagyon durva. Annyira esélytelennek gondoltuk. Amúgy te mit csinálsz, hogy szóval? Az osztályal csinálunk valamit. Megvan a csapat, hogy ki kellett, de a helyszín még nincs. A házat senki nem áldozza be. Ja. Van egy pince, ahol mehetnénk, mármint egy ilyen boros pince, de csak aznap derül ki, hogy mehetünk-e, úgyhogy. Igen, meg pont az, hogy most bulizni Budapesten például bármikor lehet, és akkor is tök jó helyek vannak, meg tömeg, meg minden. De most akkor, ha már szilveszter, akkor... Igen, akkor annyira nem vágyom oda.
Olyan sajnálom most, ahogy szoktam csinálni mindig is. Például ez egy barna szemfelúzza, ezzel szoktam mindig kihúzni a szememet, mert hogy ugye barna a szemem és a fekete szemfelúzza valami nekem annyira erős, hogy egy pillanatra vagy ezt odaadod. Hát és ott van? Aha. Nem. Amúgy igen, nem tudom. Azért találtuk ki, hogy ez egy ilyen beszélgetős videó legyen, mert egyszerűen nem akartunk megint egy olyat, hogy csak így... Nem tudom, miért váltunk ki. Jó, nem? Azért van aztán, hogy... Nem értünk a sminkeléshez, most mit mondjunk, hogy akkor ezt így csináljátok, mert ezt így csinálják a profi. Na igen, igen. Pontosan, hogy egyrészt nem vagyunk profi. És mindenképp akartunk egy ilyen szilveszteri készülős videót, meg szerintem ez alapból tök izgalmas tud lenni, csak tényleg akkor, hogy a pörgős, hogy hajnak a témák, most ezt így gyorsan befejezzük a sminket, és aztán izgítkenek a haj, és a ruha, hát az úristen, na az a csúcspontja lesz a videónak, szóval alapból. De amúgy igen, most megkaptuk mostanában ilyen kommentekben, hogy túl sokat beszélünk, meg hogy a régi videók jobbak voltak, amiben nem beszélünk annyit, vagy nem is tudom, hogy mi volt, de igen, ez nem volt. Nem tudom, de a régi videók szerintem szörnyűek voltak. Szerintem is szörnyűek voltak a régi videók, vagy nem tudom, nem. Van egy csomó olyan videó, amit most így visszanézve azt mondom, hogy ez tényleg tök jó ötlet volt, meg tök jól meg lett csinálva, meg minden. De most, és néztem direkt egy csomó másik youtuber, de igazából az összes youtuber beszélnek a videóban már, mint hogy most, hogyha nem beszélsz, akkor mégis hogyan adsz át egyes dolgokat, szóval... Jó, mi nem lehet bele lehet tökni, úgyhogy... Igen, csak ez így megmaradt. Jöhet a szemhéj. Amire most nem fogok szemhéj alapozót használni, mert néha szoktam, de igazából nem tudom, hogy mennyivel jobb. Úgyhogy egy kis hamisítvány nékides paletta, be lehet, hogy kipróbálom most ezt a... Azt hittem azt mondod, be lehet, hogy nem hamisítvány. Biztos, hogy hamisítvány, ennek azért nincs olyan minősége. Én most éppen nagy szarban vagyok, mert ötletem nincs, hogy mit fogok csinálni a jövőmmel. Ebből áll a 2016-os évem utolsó negyede konkrétan. És így, mert tartunk és beszélgetünk. Nem tudom az életem érte. De konkrétan tegnap már majdnem bőgtem, úgy éreztem magam, mint egy kis zsire. Szerint. Megtartasz nekem addig egy pillanatra közben elképzelni. Jaj, szegény! Nem, de már erről beszéltünk, én ezeket nagyon tudom. Igen. Szóval annyit csináltam, hogy szemtudzával kihoztam hozzámmal egy ilyen tusolat felőre. Igen, a tus és én nem vagyunk egy jó barátom. Szóval most már tudok tusra sminkálni, csak nem annyira szeretek. Szóval ezért inkább szemtudzás. Ezért ezzel én is szemtudzás van-e. Ó, én elromolok az egyik sminkem, mert addig meséld el, hogy a jövőddel mi a baj. Minden. Most koncentrálok. Ja, szóval az a baj a jövőmmel, hogy nem tudok semmit, hogy mit szeretnék, hogy mit szeretek csinálni, hogy mi az, amiből meg tudok majd élni, mi az, amit élvezni fogok, és túl sok mindent akarok csinálni. Úgyhogy tényleg eszembe jutott, hogy lehet, hogy bepakolok egy hátizsákba is, és elindulok valamerre. Jó. És tehát, hogy így utazgatok egy kicsit, csak aztán az is eszembe jutott, hogy ahhoz pénz kell. És de aztán az is eszembe jutott, hogy nincs pénzem. Hogyha YouTube fizetne. YouTube? Légy cím? Utazni? Apa, azt mondja, hogy és beletedett a vadacsetet a kalapéba. Pici, nem most légy szíves. Kösz. Igen, amúgy ez a különbség szerintem köztünk, hogy Lilának mindig a szája hangsúlyos, mert ugye azt szeretni, hogyha a szája hangsúlyos, én meg azt, hogyha inkább a szemem. És mindig nagyon izélem a szememet mindenfélével. Én meg inkább a szemem. Nem tudom, én nem szeretem valamit, hogyha a szám hangsúlyos. Nem fura alakjon. Még azt sem tudom, hogy milyen szakmát akarok. Mert mint, hogy tudom, csak olyan nincsen. Milyen? Hát amiben, nem tudom, tervezek valamit és kapok érte 5 milliót. Ez egy Maybelline-os paletta, ez Panné, de amúgy nekem is ugyanilyen van és imádom, szóval te szereted? Most már ritkában használom, mióta megvan ez a hamisítvány. Ja. Egy kis feketével fogom megcsinálni a sarkában ezt az elmosódott füstös hatást. És aztán egy másik L'Oréalos, igen, L'Oréalos kis szemhéj. Hát nem is paletta, szerintem ilyen kis szemhéj festékek vannak benne, háromféle szín. És ebből a fehéret, vagy melyik ez, egy ilyen csillogós fehér, amit fogok használni a szemszobba, és a szemhéjemre is még, ezért lesz ilyen csillogós. És tőle befejeztem. Ó, oh, tök jön ez. Dicsérd meg, jó? Alulra van és rá egy rózsaszín, vagy egy alulra rózsaszín? Nem. A rózsaszín az magyarásod, igazából nem is kell majd bele. Adom ezt az együttes minkelést, amúgy ez ilyen kis pés.
És én kész vagyok, csak összefizetni. Jó, én meg megcsinálom akkor a szempillás tesztet, mindent, és akkor addig tényleg azzal egy ilyen haj... És aha, igen, ezennel készen van a smink. Jézusom! Így áll, amikor így megmasom, meg felfogom, meg mindenféle dolog történik. Ó, de szép vagy! Tudom. Egyik kedvenc hajomat fogom megcsinálni. És aztán ezeket így átfordítom. És közben visszatérek. És that's it. Kész? De jó, nekem most a kérdőjelent. Van itt a kügyes. Viszont a fókusz nem a fejemen van, hanem a kanapén. És legalább megvizslathatjátok közelről. Hát megvizslant, nem? Vagy ilyen szó nincsen? Hogy megvizslant? Vizslant, azt mondtad, nem? Hát lehet. De ez a 100 éve nem használtam. Na jó. Kezdünk túl közel lenni egymáshoz, nem gyerekek? És elfőzöd őket. Így legalább látjátok, hogy Pani hogyan csavarja. Pont úgy, mint a profi. Nagyon jó. Amúgy így most kicsit ilyen Panninak érzem magam, mert egy éve pont így néztél ki, hogy így elvágattad a helyen, mindig így gondolítottad, és így nem baj. Sziasztok, Panni vagyok. És esetleg kipróbáljátok ezt a sminket vagy haját szilveszterre. Ja, és a ruhákat pedig köszönjük az FNDF-nek, hogyha kérdeznétek, akkor minden FNDF volt. Igen. És igen, ez volt az utolsó videó idén, úgyhogy legközelebb már csak jövőre fogunk találkozni. Nagyon boldog új évet kívánunk mindenkinek, és találkozunk a legközelebbi videóban jövőre. Igen. Sziasztok! Sziasztok.